napot kívánok, és tárunk is meg. Ugyanis itt az ideje köszönteni mindenkit a Lalis Games 11. évadánál. Kérdezem én, hallottatok-e már a Dragon Slayer sorozatról? 1983-ban Rick Dyer játékdesigner, egy korábban Disney animátorként dolgozó Don Bluth nevű úrral közösen alkották meg a legelső Dragon Slayer játékot, ami egy játéktermi kvázi interaktív rajzfilm volt. A főhős Dirk the Daring, azaz Merész Dirk indul el Daphne hercegnőt megmenteni a Singe nevű sárkánytól, aki a csajt a Mordrok nevű szintén gonosz varázsló kastélyában tartja fogva. Konkrétan a karaktert irányítani nem lehetett, csupán a megfelelő pillanatban kellett a megfelelő gombokat lenyomni, ellenkező esetben a főhős különböző látványos módokon meghalt és kezdhetted előről. Kiváló játéktermi koncepció, viszont később meg annyi otthoni platformra is átportolták, és az évek során meg annyi folytatása készült szintén sokféle platformra. Ebből, amit talán legtöbben ismerhettek, az a Nintendo változat, amit például az AVGN is bemutatott annak idején. Nos, ez igencsak hű volt az eredeti játékhoz, ugyanis itt is egy találattal meghaltál, ami nem kifejezetten kellemes játékmenetet ígér, azt hiszem. Na most mindezek fejében, mikor rátaláltam, hogy a Dragon Slayernek készült 2002-ben egy teljesen 3D-s része, amit az előző részek tudatában eléggé szkeptikusan fogadtam, úgy voltam vele, hogyha itt is egy találattal végem van, akkor törlöm is a francba, de ennél nagyobbat nem is csalódhattam volna. A játékot az Uborka szoftver adta ki, és a stílusosan elnevezett Dragonstone szoftver fejlesztette PC-re és konzolra, és állítólag az a Genesis 3D motor dolgozik a játék alatt, ami többek között az FDNY Firefighter alatt is pergett. A sztori ugyanaz, mint a legelső játékban, a sárkány elrabolja a hercegnőt és ismét a varázsló kastélyába viszi. Érdekes túlszejtő, ez a sárkány mások ingatlanába viszi az elrabolt nőszemét. Nem egyértelmű, hogy a varázsló parancsára teszi-e mindezt, de egyébként is a sztori tele van érdekes csavarokkal, és a végén egy amulet is a birtokunkba kerül, amin keresztül a hercegnő tud kommunikálni velünk. De bár ne tenné, az élő istenre esküszöm, hogy ez a legirritálóbb női szinkron az emberiség történelmében, úgy unblock. Dirk! It's Daphne! I can speak to you through the amulet! I might be able to help you find me! Treasure hunting? I'm in peril? And you're collecting gold? De szerencsére ezt ki lehet kapcsolni a beállításokban. Ne is akkor irányításunk alá is vehetjük Dirköt, akinek brutálisan nagy lábai vannak, még akkor is, ha ebben a zokniban fog mászkálni végig. Emberünket irányítani baromi könnyű, lehet ugrani, kapaszkodni is, hogyha nincs a kezünkbe fegyver, illetve a legmókásabb ez a gurulás, tényleg vicces és egyben hasznos is. Eleinte csak kardunk lesz, amivel tudunk védekezni is, illetve annak ellenére, hogy bugyutának tűnnek a mozdulatok, az ellenfeleket nagyon könnyen szét tudjuk csapkodni. A kastély egyébként több kisebb hub részből áll, és mindig csak egy irányba tudunk tovább haladni. Vannak rejtett vagy nehezebben elérhető helyekről felszedhető kincsek is, amelyeknek különösebb haszna nincsen, sajnos nem kapunk értük semmit sem tudomásom szerint. Életerő pick-upokat dobálnak az ellenfelek és a hordók, illetve találunk max életerőt növelő pick-upokat is, illetve potionöket, amelyeket elraktározhatunk és később az inventoryban rájuk kattintva használhatunk fel. A sima ellenfelek által meghalni elég nehéz feladat, de persze a játék tele van rohadék csapdákkal, amelyek instant halált jelenthetnek, viszont igen sűrűn vannak checkpointok, és ezen felül gyors menteni is tudunk bárhol, ez hatalmas könnyítés. Viszont figyelem, nagyon fontos dolog a mentéssel kapcsolatban, hogy a játék mindig a gyors mentés priorizálja a checkpointok előtt, úgyhogy érdemes helyszínenként egy normál mentést is megejteni, ugyanis sokszor a reflexből lenyomott gyorsöltés gomb jóval az előző checkpoint előttre rak vissza titeket. Kapcsolókat a kardunkkal aktiválhatunk, illetve kulcsokat is fel kell majd szedjünk. A használat gombja alapból az Alt, viszont valamiért nálam az Alt mindig kirakott a desktopra, úgyhogy ezt nagyon hamar átraktam az E gombra. A játék legelső szakaszában a varázsló által hátrahagyott biztonsági rendszeren kell keresztül vergődnünk, ez életre kelt könyveket, asztalokat és hasonlókat jelent, illetve ezek a lila majomszerű lények törnek az életünkre. A korabeli platformer játékok egyik legnagyobb rákfenéjének számító kötérről vagy láncokról való ugrálás itt szerencsére tökéletesen működik, mindig odaugrik a karakter, ahova azt a játékot szeretné. Lesznek még ilyen manacellák is, amelyek szintén kulcsként működnek, a megfelelő állványra kell őket helyezni. Ezekben az a trükkös, hogy a közelben lévő dolgokat is néha életre kelti, például itt ezeket a lovag szobrokat. Na és itt van az első főellenfelünk, a diszkó lovag. Értelemszerűen a felvillanó részeket el kell kerülni, és a végén belecsapni egyet, na ezt háromszor meg kell ismételni, és nyertünk is. Ja, és persze főellenfél harcok során nem lehet gyors menteni. A diszkólovaktól megszerezzük a sárkány gyűrűjét, ami alapul szolgál a többi megszerezhető erekének, illetve egy erősebb területre ható támadást is kapunk így.
A játék során jó pár varázstárgyat tudunk még szerezni a fő ellenfelektől, mindegyik egyedi képességgel bír, például elég ügyetlenül kivitelezve, de stabilan fogunk tudni repülni, mágikus életerőtöltést kapunk, a titkos átjárókat tehetjük láthatóvá, védelem a tűzzel szemben, illetve fáklyaként is funkcionáló tüzes kard. Ezen képességek manába kerülnek, de elég sűrűn találunk manatöltőket az életerőhöz hasonlóan. A fegyverek terén később kapunk egy erősebb varázskardot, illetve elég hamar egy számszeriét is, amivel kapcsolókat is aktiválhatunk, a tüzes nyilveszővel pedig piros hordókat robbanthatunk fel. Ellenfelek terén sincs túl nagy változatosság sajnos, főleg a környezetünk jelenti majd a legnagyobb veszélyt számunkra, de azért itt vannak még ezek a majomlények, a repkedő csontvázak, Down-szindrómás küklopsz malacok, kisebb sárkányok és a többi. Nagyon nehéz megállni egyébként, hogy ne spoilerezek sokat, vagy ne menjek végig a játékon részletesebben, de őszintén szóval nekem annyira tetszett ez a játék, hogy nem akarom elvenni az élményt azoktól, akik ki szeretnék próbálni. Na jó, de valamiről beszélnem is kellene, ugyebár. Na jó, legyen akkor az, hogy kiemelek pár részt, ami nagyon tetszett, enyhe spoiler veszély következik. Például itt van a sárkányszárny megszerzésének módja, végig kell haladni a terem másik oldalára, amilyen színűvé válnak a fáklyák, az azonos színű platformok maradnak csak fenn, többször újra próbálós. Aztán itt a lehetetlen terem, rengeteg ajtó, sokszor egyes fenti ajtók visszavezetnek a legalsó szintre, van egy végtelen folyosó is, ami ha ugyanabba az irányba mész, egyszerűen nem ér véget, aztán néha fejjel lefelé fordulsz, de a játék mindezt olyan simán teszi, hogy lehetetlen észrevenni, hogy mikor is történik az a váltás. Zseniálisan jó. Aztán a harc a Grinchre emlékeztető gyík királlyal, ahol egy ugráló köcsög meglép a fegyvereinkkel, először őt kell üldözni, majd végül a harc közben is többször meglép az utcainkkal. Van egy ilyen sárkányos üldözős jelenet is, ami kegyetlen látványos és izgalmas, és ilyen fasz a dolgokkal van tele az egész játék. Na jó, van egy-két valóban geci csapda, amit elsőre mindenki be fog szopni, például... Ezen kívül egyedül a lávás kovácsos rész nem jött be annyira, illetve két fő ellenfél harc, de ezeket már spoiler fal mögé rejtem, menj erre a timecode-ra, ha át akarod ugrani ezt a részt. Szóval az első, amelyik elég frusztráló, az a sárkányos csata, itt annyi a lényeg, hogy az újonnan megszerzett karddal blokkolni kell a sárkány tűzlabdáját, majd az így felturbozott karddal megütni. A tűzlabdák előtt viszont lángszorú üzemmódban fog támadni a sárkány, először csak egyszer, majd kétszer, háromszor, és így végig, mire a legvégén már 6-szor kell ezt a lángszórást kikerülni. Baromi vontatott lett így az egész, hán ez a leghosszabb fő ellenfélharc, hibázni könnyű, menteni nem lehet közben, és itt még a potion sem segít, mert nincs elég időt használni. Na és a szerintem legrosszabb fő ellenfélharc ez ellen a retkes, rohadék, óriási teszlek süveg ellen zajlik, neki kerülgetni kell a bolond akadályait is, aztán 50-50, hogy a dárdáját át kell ugrani, vagy alatta elgurulni, és mivel a repülést használtam az akadályoknál, meglepve tapasztaltam, hogy repülve mindig eltalált a dárdával, aztán még több akadály lesz, és a végén maga elé berak egy ilyen tüskés csápot is, amit csak tűzzel lehet lecsapni. Jaj, rohadék rész ez, de szerencsére elég hamar kifekszik ez a fasz kalap. Két szempontot emelnék még ki a játékból, az egyik a grafika és főleg az animációk. Elképesztően jó az egész, teljesen rajzfilmes jelleget ad a cel-shaded, és igen, mondjuk ki, képregényszerű grafika. A karakter animációk brutálisan simák és folyamatosak, ami pedig a HUD-ot illeti, csak nézzétek meg, hogy újra töltődik az életerünk vagy a manánk. Kis apró részlet, de rendkívül kurva jó. A másik szempont a játék zenéje. Van egy legendás hiba a zenével, amiről már is szót ejtek, de maga a zene elképesztően jó, nagy zenekari darabok, amelyek mindig passzolnak a környezethez vagy az akcióhoz, hallgassátok csak!
játék menüjéből elérhető egyébként egy galéria is, ahol többek között egy három részes történelmi áttekintés is láthatunk a Dragon Slayer sorozatot illetően, illetve a játék végén a credits lista alatt egy tipikus 90-es évekbeli popdalt is hallhatunk. Zseniálisan jó. A játék szerencsére natívan támogatja a HD felbontást és a magasabb FPS számot, azonban rendesen elindítani Windows 10 alatt nem egyszerű történet. A legnagyobb gond a meg annyi különböző nyelvű felelhető crackelt exe file, aminek használata sajnos elkerülhetetlen, ugyanis a Safe Disk másolás védelem Win 10 alatt már nem működik, magyarán még az eredeti dobozos változat sem indul el crack nélkül. Jó pár exével és kombinációval próbálkoztam, de végül is nekem működő fixet elérhetővé teszem nektek a Discord szerverünk letöltés részlegében. A játék zenéje és az átvezetők alatti hang ugyancsak a Win 10 áldozatául esnek, ezúttal az EAX támogatás hiány. Ez megoldható a Creative Alchemy használatával, de az általam összerakott fix kijavítja ezt a hibát is, úgyhogy a fixért és szükséges infókért keressétek fel a Discord szerverünket. A sorozat kedvelőinek jó hír még, hogy mind Steam-en, mind GOG.com-on elérhető az eredeti trilógia, ráadásul esélyes, hogy lesz egy Netflixes Dragon Slayer film is, Ryan Reynolds-al a főszerepben. Nem rossz, nem vagyok egy nagy filmfanatikus, de erre kíváncsi leszek. Na emberek, ilyen egy tökéletes grafika. Autentikus, stílusos, művészi, színes és változatos. Szinte egy az egyben, mintha rajzfilmet játszaná az ember. A helyszínek kellőképp változatosak, az ellenfelek már kevésbé, de azok is szuper jól néznek ki. Az animációk pedig lehengerlően jók, ismét megjegyezném, hogy 2002-es a játék. Mivel 100%-ot nem illik adni, ezért kénytelen voltam 1%-ot levonni, és hosszas gondolkodás után csak abba tudok belekötni, hogy az átvezető mozik felbontása alacsony. Tudom, hogy ez korhoz mérten fix és elkerülhetetlen, de másba tényleg nem tudok belekötni. Szerencsére itt nem érződik, hogy konzolra is kiadták a játékot, vagy legalábbis itt végre nem a konzol volt előnyben részesítve, ugyanis karakterünket irányítani gyerekjáték. A gombokra szinte mindig jól reagál emberünk, az íjjal való célzás szuper, egyedül néhány gurulós résznél volt pár tized másodpercnyi késedelem, ami akkor is ott sajnos megérezhető volt, a fegyverváltás egy picit sarkos még, illetve a játék vége felé párszor valamiért mindig túlszaladt a karakterem és emiatt esett a mélybe, de ezektől az apróságoktól eltekintve hibátlan az irányítás. A szinkron hangokból nincs túl sok, de ami van, az igen hangulatos, kivéve a hercegnő vinnyogó chihuahua hangját, amit szerencsére a beállításokban ki lehet kapcsolni. A játék hangjai abszolút korrektek, és amit volt szerencsém az első két zene nélküli végigjátszás során megtapasztalni, azok a környezeti zajok, amik zene nélküli számomra kellemes hangulatot biztosítottak. Viszont amikor harmadjára már zenével együtt játszottam vele, akkor az élmény meghatványozódott. Tényleg nem viccelek, brutálisan jók a zenék, kár hogy Windows 10 alatt egy picit szenvedni kell vele, de higgyétek el, megéri. Esküszöm, egy igazi élmény volt a Dragon Slayer 3D-vel játszani. Platformer játékoknál szinte kivétel nélkül volt egy olyan szakasz vagy pillanat, amikor vadul anyáztam, mert úgy felidegelt a dolog, vagy az irányítás vagy a játék nehézsége miatt, itt egyszer nem volt ilyen. Jó, van egy-két geci főellenfél, vagy egy picivel laposabb rész a játékban, de szinte minden helyszínen tudott valami újat mutatni, és sosem vált unalmassá vagy frusztrálóvá. Ez köszönhető a kreatív és változatos ügyességi részeknek, illetve a tökéletes tempójú progressziónak, sosem fogunk eltévedni, és mindig kapunk valami új hasznos képességet a továbbjutáshoz. A harc nem a játék erőssége, de nem is ezen van a fókusz, a legtöbb helyen teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk az ellenfeleket. A rohadék first timer csapdák sajnos elkerülhetetlenek, de az egészet megkönnyítendő szinte bármikor tudunk menteni. Amit viszont nagyon sajnáltam, az a játék hossza, maximum kb. 6-7 óra alatt végigvihető az egész, és hiába a kincskeresgélés, az újrajátszási faktora elég alacsony. Egy-két plusz fejezet sokat dobott volna azért az összhatáson, de legalább ami van, az marha jól van kivitelezve. Mit is mondhatnék, talán a Dragon Slayer 3D az első olyan játék a sorozatomból, amiből alig akartam spoilerezni, mert tényleg szeretném, hogy mindenkinek akkora élmény legyen a játék, mint számomra volt. Elnézést, hogy ilyen rövid kellett a bemutató, de ennél többet már csak az ügyvédem jelenlétében mesélnék a játékról.
egy abszolút élvezetes, szórakoztató, izgalmas és kreatív műről van szó, ami szerintem a korához képest is fantasztikus és jól öregedett, és amit remélem, hogy minél többen ki fogtok próbálni, nekem speciál biztosította a helyét a top 10 kedvenc platformer játékom között. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagylelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!